A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete ismét városi szemétszedést szervez. A 2019-ben két alkalommal tartott akció során közel 360 zsák telt meg az összegyűjtött hulladékkal. Idén, április 17-én, szombaton 14 és 16 óra között várják az aktív érdeklődőket a városi szemétszedésre a kijelölt gyűjtőpontok valamelyikén, amelyek a következők. MÁV parkoló, Baross utca. A Paradicsom szigeten, a Ponty köz. A Bezerédi lakóparkban a Haraszti Ferenc utca és a Baradlai János utca sarka. A Sport szigeten a Csónakház bejárata. Az alsó faluban a Körisfa és a Barka utca találkozása. A Pillangó lakóparkban a Millennium út, az M0-ás híd alatti része. Valamint a Kegyeleti park. A szervezők a gyűjtőpontokra segítséget elfogadnak, így az előző évekhez hasonlóan a gyűjtőpontokon történő munka irányítására, összefogására koordinátorokat keresnek. A szemétszedésre nem kell regisztrálni. A szervezők csoportok, egyesületek, cégek, szervezetek, baráti társaságok részvételét is örömmel fogadják. A munkához zsákokat, kesztyűt biztosítanak, de a szervezők azt tanácsolják, a legjobb a saját kesztyű, ami a saját kezünkre méretezett. Továbbá, ha a munka végzéséhez szükségesnek találjuk szerszám használatát, azt is vigyünk magunkkal, mert az sajnos nem áll a szervezők rendelkezésére. A gyűjtőpontokon a láthatósági mellényt viselő koordinátorokat kell keresni, tőlük vehető át a szemétszedéshez a zsák és a gumikesztyű. A gyűjtőpont környékén bárhol lehet szemetet szedni, viszont fontos, hogy a szemetes zsákok lehetőleg egy kupacban legyenek a gyűjtőponton. Az érdeklődők információkat találnak és a szemétszedési akció részleteiről kérdéseket tehetnek fel a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének Facebook oldalán.